Vajdasági magyarság érdekérvényesítő ereje nem csorbult Belgrádban. Valóban egy technikai módosításra került sor, de még 2 hónappal ezelőtt. Úgyhogy a VMDK-nak 2 hónapjába tellett, amíg ezt a módosítást, ezt a technikai apróságot észrevette. Ez azt bizonyítja, hogy a VMDK nem csak önálló politikai tevékenység kifejtésére nem képes már, hanem a mi azsúr módon történő tevékenység követésünkre is teljes mértékben alkalmatlan. Az történt 2 hónappal ezelőtt, hogy Fatmir Hassani, a Demokratikus Cselekvés pártjának albán nemzetiségű képviselője úgy döntött, hogy önálló, tehát frakcióhoz nem tartozó képviselőként folytatja a tevékenységét. Ő még valamikor 1,5 évvel ezelőtt lépett ki a kormánykoalícióból, és ezt a helyzetet kellett nekünk egy másik technikai jellegű megoldással pótolni, ahogy technikai jellegű volt a frakciónk korábban is az albán nemzetiségű képviselővel, hiszen a felszólalási idő megmaradása érdekében pótolni kellett ezt az űrt, és Vlado Babic személyében egy új frakciótársat nyertünk, aki egyébként nyugatbácskai és tökéletesen beszél magyarul, korábban a Szerb Haladó Pártnak a frakciójában ült, úgyhogy gyakorlatilag semmi politikai értelemben értékelhető nem történt, mindez technikai kérdés csupán. Ugyanakkor rávetít arra, hogy miért fontos az, hogy megfelelő számú magyar képviselővel rendelkezzünk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy VMS-es önálló magyar frakció legyen a következő választásokat követően. Akkor ezek szerint a frakció működik tovább, mintha semmi nem történt volna? Gyakorlatilag semmi nem történt, politikai értelemben pláne semmi nem történt, és az, ami technikai értelemben történt, az is 2 hónappal ezelőtt történt.